Mert tudom, hogy mindent megtettem azért, hogy mi nyerjünk, és ez így is lett. Úgyhogy most még jobban szeretném megszerezni a medált. Olyan boldog lehet a család, hogy végre látott minket győzni. Vagy 10 meccs után egyszer végre nyertük. Igen. Innen kell szépen felülni a hullámvasútra, ami felfelé megy. Remélem, öcsém is motivációt nyer az edzőtáborba. Látja, szétharcolom magamat. Biztos amúgy nagyon büszkék voltak ránk az otthoniak. Biztos. Igen. Meg nem is olyan régit ültünk és beszélgettünk, hogy még nem hiányzik annyira a család, hogy nem tudunk azzal foglalkozni. Hát most már azért. Pont tegnap kezdett el hiányozni, igen, hogy mindenki. Nagyon hiányzik nekem az mindenki elején is. Nagyon. De annyira érezni, hogy egyébként meg lelkiekben, meg érezzük, hogy itt vannak és támogatnak és szeretnek bennünket. Nekem is hiányzik mindenki. Kiskutyám biztos azt hiszi, nem szeretem már. Most már teljesen átköltözött a szomszédba. Igen. És tuti gurulni fog, mire hazaérek, mert halálra etetik. Nekem meg azt jelenti, hogy a kisöcsémet számon kérjem, hogy hogy tanul. De neki lehet, nem hiányzik. Úristen, tényleg az enyém meg most fog érettségizni. Jézus, biztos nem tanult még egy szót se. Azért úgy kívülről megnézném őket otthon, hogy milyen reakcióik vannak, hogy tényleg biztos, az hogy új kívületi állapotban vannak. Nekem apuból kiindulva szerintem már szétszette a kanapit. Apa mindig azt mondta, ugye mi földszinten lakunk, és amikor a bajnokok nem bírtak pontot hozni, akkor mindig azzal fenyegetőzött, hát nem hiszem el, kiugrok az ablakon, és ugye ez a földszinten semmi nem ér. Hát nem hiszem el, kiugrok az ablakon. Most is biztos mondta egy pár szó szerintem. Lilkon azt látom, hogy ő még nagyon jól bírja. Ő inkább bizonyítani akar otthonra, megmutatni egy olyan oldalát, amit eddig nem volt rá módja. Lilla, tőle azt hallom, hogy egyre jobban hiányzik az öccse, mert hogy 0-24-ben együtt szoktak hülyéskedni, nevetgélni, talán ez, ami neki így hiányzik, ő ezt többször is felhozta, de nem hiszem, hogy ez hatással lenne a teljesítményükre a pályán egyelőre, úgyhogy igazából csak pozitív megemlékezések voltak itt a családról. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.